hirdetés. Készüli még a témába is vág. Ez rak héta is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, itt élőben is, illetve azokat is köszöntjük, akik esetleg az interneten keresztül figyelik majd ezt a beszélgetést. Röviden bemutatom az előadónkat, ugye Bhakti Pál Dász, Krisna hívő szerzetes, utazó tanító, sokaknak ugyanakkor ő mint egy mentor vagy egy coach lehet ismerős, aki hasznos életvezetési tanácsokat is ad. És ugye a helyszínünk az is lehet, hogy esetleg bemutatásra szorulhat, ugye ez egy új alternatív közösségi tér itt Szegeden, a Goranga House, ahol ugye rendszeres ingyenes programokat fogunk tartani ezen túl is. És akkor a témánkat akkor el is kezdhetnénk. Ugye az volt a cím, hogy high-tech a múltból. Ugye az mindenki tudja, hogy mi a high-tech, azt is nagyjából mindenki tudja, hogy mi a múlt, és hogy mi a kettőnek a kapcsolata, hogy jön a kettő össze, az lesz a mai témánk igazából. Azt gondolom, hogy mielőtt így nagyon elmélyednénk ennek a részleteibe, meg különböző összeesküvés elméletek alakulnak már ki a fejekben, először tisztázzuk azt, hogy a történelmet és az időnek a múlását hogyan szemléli mondjuk a nyugati ember, a nyugati történelemtanár, és mondjuk, hogy Indiában, vagy a védikus kultúrában hogyan vélekednek erről. Igen, van nagy különbség, mert aki járt iskolába, az tudja, hogy minket úgy tanították, hogy idő az a lineáris, hogy egy primitív időszaktól kezdve valami egyszerű primitív volt, és végül úgy mondják, hogy progresszív vagy fejlődő, és az idő az megy, idővel mindenki változik a élőlény, először nem tudom, volt a majom, és ahogy a Szovjetunióban mondták, a munka majomból embert csinálta. Mert dolgozni akart, valamit akart, mindig a majom, és akkor így egyszer csak ember lett belőle. És ezért ez a féle idő megértésnek a megközelítése csak egy opciót ad, hogy módban minden, ami volt, primitív volt, vad, degradált, vagy nem tudom milyen volt, mert lineáris az idő, és ezért most mi vagyunk a fejlettek. És ez meg fog fejlődni, általában nem tudják, hogy meddig fejlődhet a dolog. A védikus tudás, tudomány azt állítja, hogy az idő ciklikus. Ez mit jelent? A ciklusokból áll. A ciklikus vagy ciklusok, mi hogyha megnézünk kettő dolgot, egyik szempontból mondhatjuk, hogy lineáris az idő, de ugyanakkor mondhatjuk a ciklikus. Mindjárt ezeket kifejtem, hogy ne legyen kínai. Vagy minden szanszkritos. Arról van szó, hogy mivel a tudósok néznek, hogy mondjuk ember megszületik és meghal. Szóval ez azt jelenti, hogy lineáris volt az ideje. Volt kezdete, van vége. Valamikor volt kezdete a világnak, egyszer csak senki remélő sose, de gondolják valamikor csak vége lesz. Véletlenül. Ez lineáris. És egy ember életére szólva az igaz, tényleg valaki megszületik és meghal, lineáris, mert egy irányba megy, megszületik, növekszik, utódokat hoz létre, megöregszik, megbetegszik, meghal. Ez a lineáris, vonalos. De ez alapján, és akkor ugyanúgy lehet mondani az autókról, hogy valamikor létrejött az autó, utána csak öregszik, és utána valamikor bontás lesz az autónak. Szóval sok tényezőt lehet találni, hogy idő, amelyikben mi élünk, az lineáris. De ebből azt állítani, hogy egész idő ezek szerint lineáris, na itt van a hiba.
általában ilyenkor ezt a példát szoktam használni, mint Budapesten, hát itt is van körútok. Van, hát persze. Na, itt van a körút, mindjárt mondom, mexikói? Van olyan, vagy milyen? Hát, londoni. Londoni, oké. De ott már van koronavírus, nem? Londoni. Azért nem beszélünk, hogy megfertőzünk. Akkor brüsszeli körút. Brüsszeli körút, van olyan brüsszeli? Oké, brüsszeli körút. Én nem ismerem pont, de fogadjunk inkább a Budapestet, mert ezt mindenki ismeri. Nyugati pályaudvart mindenki volt ott már egyszer. Az is egy körút. És oktogon tudjuk, hogy hol van, ugye? Hogyha mi megkérdezünk valakitől, hogy oktogon és nyugati pályaudvar között milyen a útvonal? Egyenes vagy kör alakú? És akkor megmondják egyenes. Mi megmondjuk, hogy igaz. De hogyha ez alapján végkövetkeztetésként fogok mondani, egész ezek szerint, mivel ez a szakasz egyenes, akkor az egész körút egyenes. Az igaz? Nem. Nem igaz, mert nem egyenes, mert majdnem körbe megy, mondjuk így. Elég sok kanyar van ott. Uh-huh. Ugyanúgy itt is valamit tanulmányoznak a tudósok, az emberek, és egy valami nagynak egy szakaszát, ami a szakaszra igaz. És utána ő fogja, és azt mondja, hogy az egész is ilyen. Akkor itt ez a probléma. Szóval szakaszként igaz, hogy lineáris az idő, de nézzük meg, hogy működik. Védikus írások azt mondják, ciklusok. Hogyha mi megnézünk, ha bár egy ember él egy életet, amit lineárisnak mondjuk, de egy élet belül hány ciklusa van? Hát megismétlődnek az évek, van új év, ez egy új ciklus. Újra lesz tavasz, újra lesz nyár, ősz, tél. És akkor tavaly is volt 4 ciklus. Volt? Jövőre lesz? Bízunk benne. Lesz. Akkor ez ciklusok. Akkor egy hónap belül van 30 nap, most plusz-minusz 1-2 nap, de mindig ugyanaz. A héten hány nap van most? 7. Múlt héten 8? Jövő héten csak 3 lesz, mert nem érünk rá. Igen, szóval ez is egy ciklus. Akkor mi megnézünk a szervezetünket, aki tanulmányozta kicsit a ajurvédát, azt tudja, hogy a szervezet ciklusokból áll. Van, mikor aktív a szívünk, jobban, valamikor aktív a vese, valamelyik időszakban, napszakon aktív az emésztésünk. Nincsen olyan, hogy embernek 24 órában ugyanúgy működik az emésztés. Mert régóta megöregszünk és meghalunk. Mert nem lehet, mert emisztés, ő nagyon sok energiát felszívja, és elsorvasztja a testét, az emisztést. Ezért van időszakok, mikor megy az emisztés. Így ez is ciklus. Szóval akkor egy óra, 60 percből áll, ez is egy ciklus, egy perc 60 másodpercből ciklus, és akkor így lehet nézni. Szóval így a mi életünk egy ciklus, másik ciklus belül van, és akkor így végtelenségig megy. Ugyanahogy az életünk, a védékos írások mondják, hogy lehet, hogy ez a test elpusztult, de ember nem pusztult el. A lélek ez tovább él, és következő ciklusba megy, újra testet kap, és kezdődik új ciklus. Növekszik, utódokat létrehoz, megöregszik, betegszik, koronavírus, meghalt. Szóval így ezek a ciklusok az ember élete, szóval azért a védikus írások sose egy életet néznek az embernek, hanem rögtön néznek előző, meg a jövőt. Ez mellett az univerzum is ciklusok alapján működik. Hogyha már mi tudjunk, hogy van ciklus egyik, ez az egy év, amikor körbe megy mondjuk nap, a saját kört. Szóval az most nem pont így van, ahogy mi iskolában tanultunk, melyik bolygó hova megy, hogy megy a Föld, hogy megy a nap,
De lényeg, hogy a bolygónak egy kör, ez egy ciklus, és ugyanakkor az egész univerzumnak is van ciklusok. És bizonyítékok, akár Bibliában nézhetünk, amikor vége ciklusnak, akkor jön a vízözöm, hogy mondják, vízözöm. Ki emlékszik? Noé bárkára. Ez úgy mondják. Igen. Neked van még lehetőség erre emlékezni. Igen, szóval ez a részleges pusztítás a ciklusok szerint, és ezért egy univerzumnak a működése ciklusokból áll, és ott is van négy szakasz, és mikor negyedik szakasz vége, akkor új kör, új ciklusban indul az egész univerzum. Szóval ez az idő, az lineáris, az nagyon fontos. Négy korszak, úgy mondják ezek a ciklusok vagy periódusok, az a négy korszakok, amiből áll az univerzumnak a egy, na, hát nem mondjuk éve, de egy kör, mert négyből áll, és akkor utána megy a kör. Akkor van Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga. Kicsit fordítva mondtam, de négy joga van. És akkor az, annak még vannak évek, szóval idegben minden le van írva. Tudjunk mondani például a Satya egyik korszak az 1.728.000 évből áll, az a leghosszabb korszak, ott vannak a nagyon, majd után visszatérünk erre, amikor a high-techről beszéljünk, mert ott van a high-tech, a legjobb, legcivilizáltabb emberek. A másik, ez 1700 mennyi, amit írtunk, hogy 1.296.000 a másik korszak, az már kicsit kisebb. Az embernek a egészségi tudatállapot és a élethossz is rövidebb lesz mindig. Nem is tudom, hogy elmondjam, mert Satya Yugában az első korszakban, mert ez nehéz nekünk elhinni, de elmondom, a írások szerint 100.000 évig élt egy ember. Nem tudjuk képzelni? Nem tudjuk elképzelni, mert viszont a másik kor, a Treta Yugában ott 1000 évig élt az ember, és hogyha mi megnézzünk a Bibliát, emlékszünk? Ádám és a közeli hozzá utódai, azok 900 évek éltek körülbelül. Szóval vannak ilyen dolgok, igen. És utána jön ez volt a Treta Yuga, utána jön a Dvapara Yuga, a harmadik korszak, az 864.000 évig tart. Ott már rövidebb volt az élet. Szerintem ott volt az 1000 év, az előzőben volt 10.000 év, az első 100.000 év, második 10.000 év, 1000 év a harmadik korszakban, most ahol mi vagyunk, az a Kali korszak, Kali Yuga, amelyik 432.000 évet tart, 510 valamennyi évvel ezelőtt elkezdődött, szóval ezeket ellenőrizhetőek. 5000. 5000. Mit mondtam? 500, nem? 5000. 5500 valamennyi évvel ezelőtt kezdődött, tudjunk pontosan. Amit mondom, ez nem számok, hogy most így nekem tetszenek, és akkor kitaláltam, hanem ez minden ellenőrizhető asztrológiával, mert amikor korszak egyik átmegy a másikba, akkor le van írva, hogy van egy úgynevezett bolygó speciális beállása. Itt van asztrológus, majd, hogyha valaki akarja, megnézi nektek, hogy milyen volt a bolygóállása, és meg fog mutatni, hogy változott a korszak. Szóval ki lehet számolni, és pontosan akár napi számra tudjuk mondani, az kb. Február környékén következett be a Kali Yuga, amiben mi most élünk, 432.000 évig, 120 évet élheti ember most ebbe a testbe, de mivel mi műanyag életet élünk, pusztítjunk a tudatunkat is,
Ez az első, stressz, aggodalom és a többi. Ettől mi, hogyha valaki 60 éves, akkor az már veterán. Szóval így az egész egy ilyen kör, amit mondtam, hogyha mi összeadjunk ezeket a jógákat, ez lesz 4.320.000 év. Egy ilyen ciklus. Ez nem a legnagyobb ciklus még. A legnagyobb ciklus, ez 311 trillió, 40 milliárd év. Igen. És, azt, és úgy írják, hogy földi évek szerint. Mert van más, hogyan működnek az a idők. Például a föld fölötti bolygórendszereken, ott máshogyan megy az idő. Ott mondjuk egy nap, ez nálunk fél év, 6 hónap. Ott csak egy nap. Más időszámítások mennek. Ők nem csak ott eltérnek, hogy most a moszkvai idő, meg a londoni idő között 2 óra, ott még az idő hossz is változó, mint itt nálunk. Szóval így, és ezért, mivel vannak ezek a ciklusok, ezt teljesen logikusnak, elfoghatóvá teszi, embernek könnyebb megérthetővé teszi, hogy mivel ciklusunk, és van fönt és lent, mondhatjunk, ez azt jelenti, hogy valamikor civilizált és degradáció, ezt lehetővé teszi, hogy nem őszbőrbe vagy milyen tigrisbőrbe járkálták a vademberek egy ilyen bunzogánnyal, hanem igenis létezett high technológia, amiről fogunk mindjárt folytatni. Jó, ez így válaszoltam? Tökéletes, köszönöm szépen. Most ugye ebből leszűrhettük azt, hogy akkor nyilván a leghosszabb és legjobb korszak, ez a Szatya Yoga, amelyik ilyen 1.728.000 évig tartó volt, hogy akkor volt a legfejlettebb az emberiség technológiai szempontból, morálisan. Ugye hallhatunk, hogy hatalmas gazdagság volt, hogy nem nélkülöztek, mint mondjuk most nem volt ilyen aszály, meg éhezés. Na de mi erre bizonyíték? Mert ugye mindenki azt mond, amit akar, hogy esetleg van-e valami kézzel fogható nyoma ennek, hogy akkoriban ennyivel fejlettebbek lettek volna az emberek. Vagy akár csak szűkebb időszakban. Van nyoma, több nyoma van. Az egyik is, ami legjobban kézzel fogható, ez a épületek. Persze nem maradtak már több milliós évek épületek, de még 5000, még 3000 évvel is sokkal fejlettebb volt a világ. 5000 év ezelőtt is nagyon-nagyon fejlettebb világ volt, és vannak olyan maradványai, ami úgy szoktak mondani, Krisztus előtt 3000 évvel voltak létrehozva, építve, és hát még hogyha nem is megyünk 5000 évre, csak megnézzünk a piramisokat megint Egyiptomba, mai napig nem tudják, hogy vannak felépítve, akkor vannak város maradványai, milyen Mahajadara város, ami nemrég találtak, ami a high technológia szerint volt felépítve egész város, és ez a vásztó tudomány szerint, ami ma teljesen kimaradt, feng shui változat a vásztónak, ez a kínai változat. Szóval, és vannak rengeteg ősi templom, amelyik felépítése mai napig egy kérdés, hogy például vannak olyan templomok, ahol van több száz tonnás kő a csúcson felrakva, rárakva. És ez nem értenek, hogy hogy volt ez. Daru nem volt. Egyáltalán hogyan emberek képesek voltak felemelni egy ilyen követ? Hányan? Hogy? Még felrakni pár száz méter fölfele. Szóval ezek nyilvánvaló bizonyítékok. Hogyha mostani technológiával nem tudjuk olyanokat építeni,
gépekkel, ez a technológia, inkább gépek, de múltban olyan technológia létezett, ami lehetővé tett. Csak fel lehet menni interneten, megkeresni Indiát. És Indiában van rengeteg ilyen templom, valamelyik mai napig működik, ami hogy épült, nem tudják. Ez az egyik. A másik bizonyíték, ezek a leírások, ahol le vannak írva mai napig, hogy kell építeni, akkor van írások, Vimanaka Shastra, az azt jelenti, mondjuk, hogy ki lehet összerakni egy repülőgépet, ami nem kell kerozin, vagy nem tudom, miből áll az üzemanyaga mostani. Így is erről van szó, akkor van maradvány Ayurveda, ami mindenki tudja. Ki nem hallottam még Ayurvédáról? Hallottatok? Ayurveda. Olyan dolgokról beszél Ayurveda, ami mai napig nem jöttek rá. A legnagy intelligens agyak. És primitív ember úgy találta ki, hogy hogy működik az emberi test, úgyhogy hogy még mai vizsgálat nem találják ezeket a dolgokat, ami Ayurvédában már le van írva. Már csak, hogy megtalálták, majd egyszer fogok beszélni, valamikor tartani ilyen szívről egy előadást, hogy most 40 ezer csatornát már találták, hogy van, szívből megy. Ezt már értenek a tudósok, hogy a szív, a működése külön van az agytól. Nem agy kontrollálja a szívet, hanem a szív kontrollálja az agyat. Ez most rájöttek a tudósok. Tehát ez már le van írva, ez már el lehet olvasni, nem kell időt pócsékolni ezekre. Szóval ez van nagyon sok bizonyíték, amit mai napon tudunk használni. Akkor a jóga. Hát a jóga ez, és milyen... Persze, ami mi most használjuk jógát, ez csak ilyen bohockodás az igazi jóga mellett, de mi mindig működik. Mi mindig emberek éreznek változásokat a szervezetükben. Szóval bizonyítékért nem kell, úgy mondják, messze erdőbe menni. Uh-huh. Magyarok is így mondják? Nem kell messzire menni érte, igen. Ja. Igen. Jó? Jó, köszönöm szépen. Uh-huh. Hát elfogadjuk akkor ezt, de azért mégis, hogyha így körülnézek, most egy számtalan olyan tárgy vesz minket körül, ami mondjuk nagyszüleim, dédszüleim idejében se volt, nem is beszélve arról, hogy mondjuk 1000 éve nem léteztek, nem voltak ezek a reflektorok, kamerák, Facebook. Hát arról nem is beszélve. Ez pedig azt mutatja, hogy bizonyos szempontból fejlődött az emberiség technológiája. És elhangzott, hogy bizonyos szempontból régen fejlettebb volt, akkor hol van az igazság? Mert ilyen kütyükben úgy néz ki, mintha elég jól állnánk. Most nézd meg, te most internetért, a interneten most minden tudás ott van, mondhatjuk, nem? Bármire. Kíváncsi vagy, felmész. Ez az internet, ez egy utánzat egy másik internetnek. A világban létezik internet, sokkal fejlettebb. Nekünk most kell gépek, kell fizetni internetet, de régen ember, aki úgy mondjuk, hogy risi, ez azt jelenti, aki nagyon tiszta tudattal rendelkezett, kifinomult, ő tudta csatlakozni internetre. Mert bölcsek hogyan kapták a tudást. Vagy csak nézzük meg, a legfejlettebb, az elismerett tény mindenkitől, hogy legősibb, legfejlettebb nyelv, ez a szanszkrit. Az a legfejlettebb nyelv. Mert olyan, ott még emóciókat, érzelmeket ki lehet fejezni. Szóval nagyon-nagyon fejlett nyelv. És a leírás, a betűk, amik vannak a szanszkritól, vagy úgy mondják, Devanagari, teljes különbözségben van, mint a mi latin betűk, vagy cirill betűk. Mert a nyugati, vagy latin betű jelek, az csak kitaláció. Hogy kitalálta, hogy A hangot így fogunk ábrázolni. B hangot így fogunk ábrázolni. C hangot így. Ugyanúgy a cirill betű, mert minden más.
Most a szanszkritnál nem így van. A szanszkrit ABC-t bölcsek látták meg. Például, hogyha a szanszkrit mindenki egyet ismeri, az omot. Ki már látta omjelet. Az omjel, ez is egy szanszkrit, A-U-M, ott egybe van. Ez nem valaki fogta, és akkor gondolta, hogy rajzolt, és már annyira bonyolult volt, na, ez lesz az om. Nem, hanem ez úgy történt, amikor valaki tiszta, leül, és elkezd vibrálni ómot, akkor ő fog látni ezt a jelet. Mert a hangnak van formája. Nem tudom, ki nézte ilyen YouTube-on érdekes, raknak ilyen kis generátort, ráraknak ilyen kvárc homokot, valami homokot, és ahogy változtatja a hangfrekvenciát, akkor minta rögtön változik. Szóval a hangoknak van formájuk. Ezért az ABC, a szanszkrit ABC, az úgy hívják, hogy akshara. Akshara szó azt jelenti, hogy örökivaló. Nem elpusztíthatatlan. Szóval ezek a betűk azelőtt léteztek, mint emberek írtak. És a bölcs, mikor leült, elkezdte vibrálni ezeket a betűket, aksarákat, akkor ő a hangvibráció megnyilvánult nála, mint forma. És ezt leírta, és ez lett a betű. És akkor így. Ez itt minden teremtés után, mikor újra lesz szanszkrit nyelv, az újra megnyilvánul. Mint mikor mi számítógépünket újra veszünk újat, akkor felhőről minden letöltsünk. Nem írjuk meg új programokat, hanem letöltsünk a új programokat, mindent. Szóval ugyanúgy ez a tudás, az ugyanúgy interneten van, az univerzumban. És a bölcsek, akik mondják, hogy kinyilatkoztatást kapnak, akkor ők leültek, és akkor ilyen speciális mantrákat kellett idézni, csatlakozás volt, és akkor kapták a tudást. Ezért volt olyan, mikor te bejössz, és akkor ő mindenről a tud. Vannak olyan bölcsek, akiknek a neve Trikalagya, aki ismeri múltat, jelenet és a jövőt, mert ez nem azért, mert ő ismeri, itt hordja magába ezt a tudást, mint mi sokszor számítógépen nem hordjunk semmit, a felhőben van minden. Szóval ez így létezett, és akkor bejössz, ő rád csatlakozott, egy bölcs rád, mert kifinomult személy volt a ti IP címedre, és minden elmondja rólad, mert a te infód is van felhőbe. Lehet, nem is kell találkozni. Szóval így ezek a dolgok működték, és nem kell kütyű. Arra, mire akarok kilokadni. Nem kellett kütyű, nem kellett világítás, vagy valami. Ez nélkül tudták működni, szerezni információt, tudták. Uh-huh. És ami probléma, hogy most sok szemét van interneten. Nem? Be van szennyeztetve internet. De az az internet, azt mindig tiszta. Ott nem kell, mert most akarsz valami tanulni a lelki dolgokat, felmész internetre, azt se tudsz most, melyik az igazi, melyik a jó, melyik a rossz. De azon a fehér interneten, mert ugye van még, tudjunk, ki hallotta, hogy van ez az internet, amit most használjunk, de még van valami dark internet. Csak így hallottam, nem láttam. Hát ez az internet, amit ma mi használjuk, ez már dark. És a igazi tiszta internet, ez a, amit fejlődött, fejlett, felvilágosodott személyek használták. Nem kell kütyű, és képzeld el, nem kellett fizetni. Ilyen előfizetés, meg SIM-kártya, vagy nem tudom, milyen cég, nem tudom, milyen cégek van, UPC, igen. Digi, igen. Amúgy Digi a helyes. Oké, okay. Válaszoltam erre? Tökéletesen, köszönöm szépen. Jó. Uh-huh. Az Akasha krónikát ismeri a védikus tudás. Mit jelent, hogy Akasha krónika? Ez körülbelül azt az adathalmazt, ami fönt van, és amit le lehet hívni. Ezt
Tehát, hogy úgy mondjam, ilyen inkább a nyugati filozófusok használják, vagy ismerik, vagy tudják, de nem azok a tudósok, akikről a múltkor is beszéltünk, hanem azok, akik vannak annyira tiszta személyek, hogy le tudják kérdezni ezt a bizonyos Akasha krónikának nevezett adathalmazt. Uh-huh. Hát a szó Akasha, ez azt jelenti, hogy hát éter. Éter, és vannak étercsatornák, éterben van a tudás, ez az internet, szóval létezik ezek, igen. Hát onnan, amit én beszélem, ez onnan. Reikibe is lehetett tanulni erről. Uh-huh. Reikit nem ismerem, de létezik. Létezik. Még többféle. Szóval van ez, amit most meséltem, de van még egy másik is tudásszerzés lehetőség. Ez úgy hívják, hogy Paramatma, úgy mondják, hogy felső lélek, hogy Istennek van mindenkivel egy kapcsolat, és ő képessége a szarvagata, ez azt jelenti, hogy szarvagata, hogy ő tud kiterjedni. És nekünk, mi minden embernek, meg a minden élőlénynek van Istennek egyik megnyilvánulása itt a lélek mellett. És ez a, úgy mondják, hogy paramátma, mint para, felső, atma, lélek. És ő is tud adni tudást. Ő is tud segíteni. Tudást ad például, mikor valaki kap ilyen lelkiismeretet, hogy fú, ez most nem kell csinálni, és figyelmeztetést, vagy tudást, vagy sok mindent. Ez is, szóval ilyen is történik. Csak egy pár dolgot el tudok mondani az életemből, mikor még ez már így észrevettem, mielőtt ezeket tanultam, mikor még iskolába jártam, volt szünet, és a folyosón, a szünetben, az jó hosszú szünet volt, valahogy kégett a lámpa, és sötét volt. Hát mi gyerekek voltunk, úgy hívják, butáskattunk, mert aki sétált a folyosón, mi falhoz álltunk, ő nem látta, és akkor elkezdtünk rugdosni, és akkor így... Aztán tudjuk, a gyerekeknek ez egy jó kis mulatás volt, és ilyenkor kezd egyre jobban indulni a mindenki, egyre még. Egy idő múlva én éreztem, hogy most már abba kell hagyni, mert baj lesz ebből. És mondtam, figyeljetek, álljunk le, elég volt, jó volt, de álljunk le. De nem, csináljuk. Mondom, jó, én kiszálltam. Kiszálltam, azok folytották, és valami nagy bajt csináltak ezzel, valami már következményeik voltak. Szóval miért álltam meg? Én is jól éreztem magamat, abba a kis buliba, de felső lélek mondta, hogy tovább mész, itt baj lesz. És így többször, gondolom, nektek is van ilyen példa, amit lehetne mesélni, amikor csak így megálltok, és utána nem tudjuk miért, de így valami belül sógott. Ez a paramátma. Szóval van többféle tudásszerzés, ami hiteles és tiszta. Akása. Igen? Jó, akkor itt is lenne még kérdés. Ugye, hogy beszéltünk, hogy milyen zseniális, kifinomult építészet volt, de ugye ön is említette, meg olvashatunk azért róla, hogy repülőszerkezetek, űrutazás, klónozás, lombik bébi, és egy csomó hasonló szenzációs dolog létezhetett elvileg 5000 éve és még régebben. Létezhet, és repülők léteztek. Általában utazás a Földön, ami volt, az inkább lovakkal olták meg volt oldva, de hogy kellett repülni, akkor nem volt probléma.
van Vimanika Sastra, mai napig megmaradt a könyv ezekről a repülőkről. Nemrég csináltak dokumentumfilmet, ahol találták egy ilyen kis pici modelleket, repülőknek a modelleket, ilyen bronzból, részből. És megnézték, hogy ez több ezer éves, mert ahhoz a föld rétegbe, ahol találtak, az több ezer éves föld, 5-6 ezer év. Akkor a könyvekben van technikai rajzok, hogy hogy kell csinálni ezeket a dolgokat. Hát rajzok vannak, de mégsem csinálják most. Persze. Mert régen, mivel volt mantra yuga, ez azt jelenti, hogy hangvibrációnak a kora, ez azt jelenti, hogy emelkedett tiszta tudatnak a kora, mert megcsinálni valami rendkívül zseniális, például az úgy ment ezek a hajók, hogy általában nem is a föld belül volt tervezve, hogy csak hogy a földön most akkor felszállunk, tudom én, Budapesten, és akkor elmegyünk Londonba. Az nem is volt. Lehetett, de inkább a bolygó közé űrhajók voltak azok. Inkább arra csinálták. És nem volt azzal problémával, hogy most utána kell tölteni, mert olyan nagy távolságra mész. Másféle erőműk voltak. Nem volt sugárkáros. Tiszta tudatú emberek, akik tudták összerakni ilyen gépeket, és nem voltak irányító tornyok, ami most irányító tornyok vannak a repülőn tereken, vagy ilyen nagy repülőterek, azok nem fontosak. Volt háromfajta repülőgép, ami létezett, vagy hajó, és voltak, akik ez milyen függőlegesen szállnak fel, valakiknek kell egy kicsit futni, de nem kellett mondjuk beton kifutó pályákat annyira építeni. Szóval nem volt sokkal egyszerűbb és olcsóban jött ki az egész használat. És a sebesség például, úgy mondják, hogy gondolatsebességgel mentek. Nagyon gyorsak mentek. Nagyon gyorsan, és azért tudták a bolygók között utazni nagyon gyorsan. Mostani meg a szervezetünk már nem biztos, hogy kibírna, ha elmesebességet szétszagadna. Igen? Nekem lenne egy teória, most így nagyon jó, hogy mondja ezt a bolygók közti utazás, vagy most vannak a piramisok, az ilyen olyan dolgok, mint nagyon nehéz, és nem tudják, hogy hogyan került oda a helyére, ahol került. Most az én elgondolásom szerintem nem biztos, hogy helyes, de mi van akkor, hogyha másik bolygóról érkező, nem UFO, mit tudom én, tök mindegy civilizált életforma itt a Földön. Nos, ha nézzük, hogy az ember hogy viselkedik a Holdon, kevesebb volt a gravitáció, könnyebben nagyobbat ugrik, nehezebb dolgokat megemel. Most, hogyha egy másik bolygóról érkező lény esetleg, mert beszélt most arról is, hogy bolygó közt volt utazás, akkor szerintem simán lehetséges volt az, hogy mondjuk itt a Földön az itteni gravitáció neki túl gyenge volt, mert az ő teste az alkalmazkodott, ahol ő élt. Tehát ez olyan, mint amikor az ember oda ment a Holdra, sokkal könnyebbet, nagyobbakat ugrott, mit tudom én. Na most, hogyha ő egy olyan bolygóról érkezett, esetleg erre a bolygóra, ahol neki sokkal nagyobb volt a gravitáció, sem erő, amiben fölnőtt, hogy hát jön erre a bolygóra egy pillanat alatt, úgyhogy nem sérül a szervet meg semmi, akkor ő itt akár Istennek is érezhette magát, mármint sokkal erősebb volt, sokkal erősebb volt, szinte bármit megtehetett ezzel a gravitációval, ami itt uralkodik ezen a bolygóra. És ez magyarázatlanak arra esetleg, hogy nagykövek nagy, hogy hogy építették fel ezeket a hatalmas dolgokra. Hogy esetleg ez lehetséges? Közel, igen. Van az univerzum három bolygórendszerből áll. Alsó bolygórendszer,
Középső bolygórendszer és felső bolygórendszer. A Földünk tartozik középső bolygórendszerhez. És azok a élőlények, akik élnek a magasabb bolygórendszereken, felső bolygórendszereken, az igaz, amikor ők innek, ide jönnek a Földre, ők úgy közlekednek, mi nem fogunk tudni, nem fognak nekünk bemutatkozni. De írások szerint ők, mikor mennek, ők nem érintenek Földet lábukkal, mert nekik más törvények. Viszont akkor mi is tudunk ilyen erővel élni, hogyha egy lejjebb... Víz alatt. Víz alatt. Igen, de hogyha egy lejjebb szinten, mi magunk a középsőről, akkor ott mi is ezzel az energiával. Nem Istenek, csak azért mondtam, hogy jobban el tudja következtetni az ember. Nem, mert ott már más törvények. Az csak innen fölfele működnek, de lefele föld alá, másik bolygórendszereken, ott más törvények működnek egy kicsit. Igen, ott más, ott ezzel a testtel nem nagyon lehet menni. És hát most nem tudom, belemenjünk-e, de annyit lehet, hogy csak egy mondatot mondom, hogy ahol voltak a Holdra, amit mondanak, vagy nem a Holdon voltak, vagy nem voltok a Holdon. Érted? Vagy nem a Holdon voltak, amit mutatnak felvételeket, mert Hold nem ilyen, vagy egyáltalán nem voltak sehol. Mert hát le van írva, hogy milyen a Hold, és le van írva a távolság, és másik, amit univerzumban vannak törvények, ahogy nálunk most egy kicsit liberálisabb az élet, de még régen, amikor akartál menni egy másik országba, akkor kellett engedély, kellett vízumot. És az univerzum belül is vannak törvények, hogyha te akarsz kerülni egy másik bolygóra, akkor engedély nélkül nem. Ez nem úgy van, hogy valaki felépít egy rakétát és elmegy másik bolygóra. Az így nem működik. A másik, hogy ezzel a technológiával, amit most építenek, ez a technológia, ezek a gépek nem képesek elmenni a bolygóra, már csak azért, hogy a Föld bizonyos távolságra nem lehet elmenni. Van egy tér távolság, ami űrbe van, Föld körül, ott lehet járni, de tovább nem lehet menni. És ami nagyon érdekes, hogy pár év ezelőtt én láttam egy dokumentumfilm, ahol a tudósok is mutatták, hogy a Föld, a Védákban is le van írva, hogy van egy ilyen védő a burka a Földnek, ami védi meteoroktól, a mindentől, hát az a védikus a tűznek nevezi, ilyen tűzburok van, ami finom, ami nem látszik nekünk. A tudósok, akik vizsgálták, rádióaktív. Uh-huh. Ez is egy tűz. Atom. És bármi, ami rakéta, fény dolog menne, az nem tud túlmenni, mert nem elpusztul. Mert nem beszéljük már a szervezetekről. És az ilyen Voyager űrszonda meg egyebek, amik már a naprendszeren túlhaladtak, és rendszeresen fényképeket is küldenek. Igen. Hát én is tudok képeket küldeni innen, és... Például mi most itt vagyunk a Marson, nem látjátok? Még a szín. A Marsról, kedves Facebookosok, küldjük nektek üdvözletet. Nálatok ma hányadika van, mert nálunk 2011 csak. Szóval ez semmi nem jelent, semmi. Ezek a fake információk, az egyáltalán nem... A Véda leírja az univerzum törvényeket. Ott nincs hiba. Nincs hiba. Szóval úgy le van írva, ahogy van, ahogy működik. És bárki, amit mesél valamit, ami nem egyezik a törvényekkel, hogy működik a világ, akkor az fék. Vagy fake. Uh-huh. Hogy fék, mind a kettő jó. Fékezi az embernek a fejlődését. A fake.
Itt lett volna egy kérdés még. Igen. Igen, hogy ugye nekünk föld alapú testünk van. Hogy mi van, hogyha amúgy se tudnánk látni ezekkel a szemekkel, ami a Holdon van? Mert az más alapból építik. Igen. Igen. Ezért hiába gyártunk teleszkopokat, és én már néztem a Holdot, nem ilyen nagy teleszkop, de kratereket. De jó! De messze a valóságtól. Nem tudjunk látni, mi van a Holdon. Nincs tudatunk hozzá. Nem csak a szemünk, nem a szemmel van probléma, a tudattal. Mert nem a szem lát, hanem a tudatunk lát. Ezért, szóval amikor valaki mondja a harmadik szem, gondolják, hogy valami fizikai szemről van szó. Nem, ez a Agya Chakra, ugye ez a harmadik szem, ez a tudatállapot. Amikor, mert mi tudjunk itt a Földön, hogyha mi megtisztítjunk a tudatunkat, tudjuk látni, mi van a Holdon. Persze, mert ez mondjuk nem a szemtől függ. De hogyha nem láthatjuk egy teleszkóppal azt, hogy mi van a Holdon, akkor valójában azt sem látom, hogy kiveszítenünk körül. Ugyanis ugyanaz a fény fog. Igen, nem vagyunk tisztán. De nekünk nem a fény a lényeg, hanem a tudat. Hát de először a fényből érkezik be az agyamba az információ, amelyet aztán az agyam feldolgoz. Feldolgoz, igen. Igen, és minél fejletebb a tudat, annál többet szűri le. Több információt kap, amit lát, vagy tisztább képet kaphat. Igen. Inkább a víziója más. Annak, aki talán fejlettebb, ígúsabbnak gondolja magát, de most egy primitív ember is ugyanazt a fényt kapja az agyába, és ugyanazt, tehát hogy is mondjam. De hát azért nem a fény a lényeg. Nekem én kiskoromban, már 6-7 éves koromban is távcsővel néztem a bolygókat, én a Jupitert, a Szaturnuszt is láttam, és az volt, és ezt nekem maga nem mondja, hogy az nem fogja azt mondani, hogy az nem az volt, mert az volt. Tehát ha most belenézik a távcsőbe, és akkor belenéztem a távcsőbe, ugyanaz a bolygó volt ott előtt. Jó, oké, mi látunk valamit, de mi nem látunk, milyen valóságban az a bolygó. Persze, nem ez a a külső burkán, de maga nem, a nem a burka, a tudat. Itt a tudat a lényeg. Vidya vinaya sampanna brahmani gavi hastini shuni chayva shapakicha pandita samadarshana. Ez a Bhagavad Gita, ami azt mondja, a bölcsek, tisztán látok, ők képesen látni olyan dolgokat, amit más nem lát. Például mi most nézünk egymást, mi testeket látunk, de bölcsember lelket lát mindenhol. Egy ilyen bölcsember, mi látjunk csak egy valami gömböt, Szaturnusz, bármilyen bolygót, de ez nem valós kép, nem teljes kép mondhatjunk. Valami, de nem teljes kép a róla. Ahhoz, hogy megnyilváljon előttünk egy más kép, akkor sokkal több tudás kell. Mint mondjuk van nagyon jó kis kísérlet, most nem hoztunk, nem készültünk, a Covinál, amikor mutatja öreg nőt, fiatal nőt. És a más harmadik képen van ugyanaz a kép, de egyszerre van öreg és fiatal. De amikor ember először nézi, akkor valaki csak öreget lát, valaki csak fiatalt lát. Miért? Mert ilyen a tudatállapot. Utána, amikor egy kicsit segítesz nekik, tágítasz a tudaton, akkor képes lesz látni mind a kettő ábrát egybe. Szóval ez most, mint mondom, ez egy bizonyíték. Szóval amit mi látunk, az a tudatunk. És ameddig nem változik a tudatunk, addig nem tudjuk megérteni, hogy ez mit jelent tudattal látni. Mi azt gondoljuk, hogy szemmel látjunk fényeket. Nem. Az csak egy dolog, ami átjön. De pont mit kell látni, az a tudatnak a fejlettségen múlik. És ezért, amit mi látjuk a kratereket, az lehet, hogy mi Holdot nézünk, krater, de nem így néz ki a Hold. Mert a tudatunk nincs hozzá nyitva. Igen. Ugyanúgy,
hogyha gyereket, és most nem tudom, megmutasz neki írást, mit lát? Krickrakcokat. Neki ez semmit nem jelent. Krickrakcokat lát. Miért? Mert tudod, nincsen kifejledve, hogy tudjon megkülönböztetni, hogy ez egy betű, ez egy írás, ez egy gondolat, ennek van valami jelentősége. Az nem tudja gyerek. Miért? Mi a különbség gyerek és felnőtt között? A tudata az a különbség. Szóval ugyanúgy nálunk is. Mit, például, hogyha van leírásba a technikai rajzok repülőkről, amit meséltem, ugye a Vimánika Sásztrába, hogy hogy kell megcsinálni egy ilyen hajót. Akkor lehetne kérdezni, de akkor, hogyha megvan, akkor csináljunk meg. Nem tudjuk megcsinálni. Megint nincs hozzá tudatunk. Hogy lehet ez megérteni? Hát mi nem vagyunk most a csúcs tudatúak? Nem vagyunk, hanem mi csak gondoljuk, hogy mi büszkék vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy mi a nagy csúcsba vagyunk. Nem, ez csak egy büszkeség, hamis ego. Mert hogyha mi most az iPhone-nak a technikai rajzot elviszük Afrikába, hanem vadembernek, és akkor na, nem fog tudni megcsinálni, mert nincs hozzá tudatja. Ugyanúgy mi egy szempontból magasabb tudatúan rendelkezünk, mint ezek a vademberek, de akkor fogadjunk el, hogy van, vagy létezett rajtunk a kívül, vagy nálunk magasabb tudata rendelkezők. Az így könnyen megérteni. Nekem legalább. Igen? Nem tudom, hogy mindenki ismeri-e. Van egy Egeli György nevezeti, igen, nagy hívű fizikus, mérnök, tudós, aki beszélt ezekről a repülő tárgyakról, és azt mondta, hogy ezek tökéletesen megépíthetőek, csak nem tudják, hogy mi volt az üzemanyag. Tehát mi az, ami ezeket rögtette. Mert egyébként megépíthető és működtethető lenne, ha tudnák, hogy mivel. Hát, ja. A másik meg, hogy ami a bolygókat illeti, ugye azt mondják, hogy a Hold lakatlan, a Mars lakatlan, stb. Ugyanakkor a védikus irodalomban, az asztrológiában ugye, lehet látni, hogy ki hova kerül a halála után, melyik bolygóra. Na most ott léteznek emberek, csak nem ilyen fizikai testben, mint mi. Tehát az egyik se lakatlan, mert a felső lélek az oda kerül, csak más a létforma. És ezt mi a fizikai szemünkkel jelenleg, akármilyen teleszkópunk lenne, azt nem tudnánk érzékelni, hogy a Holdon van élet. Ott vannak azok, akik oda kerültek. Igen, mert Hold magasabb rendű, ott magasabb rendű tudata rendelkeznek, akik ott élnek, mint itt a Földön. Igen? Én csak azt szerettem volna, hogy lehet, hogy könnyebb lenne, hogyha valahogy így elmagyarázna a Bhakti Pátrak, hogy az IQ, vagy ez a, szóval az a fajta tudás, ami az aggyal kapcsolatos, az más, mint a tudat. Nem tudom, ezt jobban meg. Mert ez így összezavarhatja az embereket, mert ugye... Hogy az hát, intelligencia, meg a tudat? Aha, szóval, hogy oké, hogy valaki nem tud megcsinálni repülőgépet, de megtanulhatja az iskolában, meg az egyetemen, meg a gyerek egy idő után megtanul olvasni, mert van agya. De hogy ez más, mint a tudat, szóval érti, hogy... Uh-huh. Inkább úgy mondják, most... Igen, felfogás. A felfogás azon múlik, hogy ki mennyire tiszta tudata rendelkezik. És ebben zavart körülményekben, hogy mi élünk, a mi tudatunk szétszórt. Avyavaszajatmika buddhi. Van kettő tudat. Vyavaszajatmika, ez azt jelenti összeszed, koncentrált tudat, és van avyavaszajatmika, szétszórt. És ebben korban
akármit próbáljon gondolni, ebben korban Kali, minden ember mandasu mandamatajo, mandabagyo párita. Zavart, stressz, és így tovább. Szerencsétlen, rövid az élet. Szóval ebben korban nincsen ez a tudatisztasága. Ezért lehet, hogy én megtanulom olvasni, de nem biztos, hogy fel fogok építeni azokat az eszközöket, amik voltak több száz ezer évvel ezelőtt. Erre az én tudatom nincsen. Bizonyíték? Egyszerű. Régen, amikor végezték áldozatokat, tűzáldozatokat, mantrákat vibrálták, és a tüzet az volt a feltétel. Csak akkor csinálhatsz, hogyha mantrával gyűjtesz a tüzet. És olyan tiszta, erős tudat volt, hogy a mantra, ez egy energia, de energia akkor működik, mikor nagyon erős a tudatot tiszta. És akkor, mikor mondja ezt a mantrát, akkor a finom szintről megjelenik durva szintre a tűz. Mert a mantra és a tűz ugyanaz. És akkor, mikor jó kimondasz, akkor puf. Most bármennyit mondja ezt a mantrát, nem fogsz tudni gyűjteni tüzet. Miért? Nincs hozzá tisztaság. Ezért én ezerszer minden alkalommal mondom, hogy kik mindenféle mantrákat használnak, gajátrikat, ami tele van interneten, azt mondom, ne fárasszatok magatokat. Nem vagytok képesek, nem működik. Miért? Nincs hozzá tudat. Mert hogyha lett volna, én már rég nem tudom, mit csináltam volna. És akkor ezek szerint ebben a ciklusban, amiben most vagyunk, senki erre a tudatszintre nem is tud fellépni? Fel tud. Nem látok embert, aki tudna varázsolni egy mantrával tizet. És igen, az, aki fel fog tudni, sose fog mutatni. Mert nem az a lényege, nem azért csinálja. Mert amikor ember fellép erre, és elkezd mindenkinek mutatványt tartani, akkor ő lecserélte azt a lelki, azt az energiát, amivel csinálja, a cirkuszra. Ezért ez egy nagyon, és vannak most is a Földön azok, akik képesek ilyen dolgokra, nem sokan, és általában nem mutatnak. Mert ez, ahogy mondja a jóga, hogyha valaki tanulta igazán a jógának a működését, a astanga jógának, hogy ezek a misztikus képességek, ez yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, hatodik lépés, vagy hatodik lépcsőfokon jelennek meg, úgy hívják, hogy szidhik, ezek a képességek. Tüzet gyűjteni, szállítani dolgokat, átmenni a falon, ez minden létezik, de ez a fejlődésnek mellékhatása. Nem a jógik, nem ezért, a jó jógik, normálisak, nem azért csinálnak, hogy tudjanak manipulálni energiákkal, hanem azért csinálnak, hogy megvalósítást szerezzenek. És valamelyik fokozaton jönnek ezek a szidhik, amikor elme olyan erős, a tudat annyira tiszta és koncentrált, hogy ők tudnak ezt csinálni. Mert ez egy tudatállapot megint. Az, hogy szállítani akár dolgokat, Srila Prabhupádnak, aki nincs itt könyveink. Ő mesélte, hogy neki apukájának volt egy ilyen jógi ismerőse, aki, amikor Prabhupád még kicsi volt, ez ilyen 900 évek eleje, hazajött, és korót volt náluk vendégségbe az a jógi, és akkor kérdezte, mit szeretnél. És akkor mondta, én szeretnék mangót. Mondta, jó, menj csak oda szobádba. Azt mondja, ahogy csak besétáltam a szobámban, már ott volt egy mangó gajakkal együtt, odarakta, így pár másodperc alatt. Ezek léteztek, de nem azért csináltak, mert de ez egy ilyen, hogy mondjam, csalika,
elcsalja. Ez ilyen teszt, hogyha te nem vagy őszinte, és mikor elértél ezt a szintet, akkor be tudsz ragadni, és akkor kezdesz manipulálni dolgokat, de nem fejlődsz akkor tovább, meg lecseréltél a misztikus dolgokra a fejlődési utadat. Ezért igazi jogik, ők nem mutatnak. Ezt soha nem tudjuk. Ha csak nem eszed, te is az. De, én sem mondom el. De rajtuk lehet látni, hogy nem olyanak, mint a többiek. Azért lehet. Ők direktben nem, de lehet rajtuk. Csak a megint a Srila Prabhupádról, hogyha beszélnék. Például a Srila Prabhupád, hát ő tudta sokszor ki mit akart, de főleg az volt nála, hogy ő irányította a halált. Szóval a jógik legyőznek a halált. Ez azt jelenti, akkor, hát nem mondják, hogy meghal, akkor elhagyja a testét, amikor ő akar. Úgy volt, hogy ő már készült, mondta a tanítványoknak, oké, akkor most én már megyek. És akkor mondták, ja, ne menj el, még maradjál, még taníts minket, mert nélküled nem tudjunk még. Mondta, jó, oké, hagyja ti, gondoljátok. Persze azt mondta, kérjétek Istentől, hogy ő, hogyha ő akarja, akkor maradok. De ő teljesen uralkodta a saját dolgokon. Szóval ezek sok történet van, amikor a jógi, igazi jógi, akkor lép ki a testből, amikor ő akar. Szóval, ha bár nem mutatnak, de néha lehet rajtuk látni, hogy egy kicsit különös személyek. Mert, és miért nem mutatnak? Mert mi mindannyian rögtön, meg nekünk csoda kell, csodát akarunk, és azt gondoljuk, hogy a csoda a fejlettség. Nem, azért nem mutatnak, mert akkor miért rögtön minket már nem a fejlődős fogó érdekel, hanem hogy csinálod, én is így akarok. De ez nem kell. Biztos, hogy az emberiség jól megtámadna az ilyen embereket. Mármint úgy értve, hogy valószínű, hogy meg akarnák tudni, hogy mit hogyan csinál, és akkor így van. Az ember, de... Volt pár évvel még élt egy ilyen jógi, akinek szép dúshaja volt, és Rolexeket tudott így manifestálni, meg aranyhomokot. Igen, hát vannak ilyenek is. Jó, oké. Ugye most ezt az űrutazást, ezt jól kiveséztük, és a bolygóknak a felszíneit is megvizsgáltuk, hogy hol milyen színű a talaj. De ugye van még egy pár ilyen szinte fölfoghatatlan dolog, ugye, ami most a biotechnológiának a hatáskörébe tartozik, egy klónozás, non-big baby program és más hasonló dolgok, amik igazából csak az elmúlt évtizedekben váltak valamilyen szinten valósággá, ugye részünkre, de például állítok a Mahábáratában ezekről van részletes említés, és más védikus művekben is, hogy ezek gyakorlatban bevett és rendszeres dolgok voltak akkor. Igen. Hát most miről beszélünk? Klónozásról, születésről? Mindegy. Az ott nem volt egy probléma. Mi csak ismerünk egy pár dolgot, hogy mondjuk születik egy ember egy anya méhéből, rosszabb esetben császára, akkor tojásból van egy leírás, de védikus írásból le van írva, hogy hogyan születnek, sokkal több módszer van. Az élő lényekről, most nem sorolunk fel, inkább megyünk az emberekre. Megint az ember, hogy valaki kapjon egy földi testet, az nem mindig használták ezt a bevált módszert anya és apa, hanem valamikor mantrákkal, ilyen tűzáldozatokkal, mantrákkal, mint a van megint, hogyha a Mahabharatot, amit mondtál, van ott a Drishta-gyumna, ez azt jelenti ragyogású. Akkor is a lány testvére Draupadi, ők nem születék anyaméhéből, hanem speciálisan jöttek ilyen papok, brámanak, jagya és upajagya, akik tudták úgy lelkeket mantrák segítségével behívni,
hogy ott mindenki szám szeme előtt megnyilvánultak. Ráadásul úgy, hogy tűzből. Ez az egyik. Szóval van sok módszer, hogy hogyan történnek. Általában jobb használni, amit most tradicionálisan csináljunk, de nem, az nem jelenti, hogy csak így működik. Meg a klónozások, mindenféle, ez mindig működött sokkal gyorsabban és egyszerűbben. Nekünk ez bonyolultabb megint, mert mi nem vagyunk ebben a tudatban, de ez mind működött. Igen, lehetett volna. A királynak a 100 fia, aki... Igen. Hát ilyen is van, nagyon sok minden. Például egy ilyen érdekességet elmondom. Ki hallotta a kókuszról, hogy a kókusznak a leve, a struktúrája legközelebb az emberi vérhez? Infúzióba is lehetne. Lehet adni infúzióba. Ez egy tény, medicina tény. Mert volt egy bölcs, aki látta, hogy hogyan születik a gyerek, hogy mennyire sok szenvedés ott van az anyának a hasába. Hát megint Srimad Bhagavatamban egyik írásban le van írva, hogy fejlődik a magzat, hogyan mindenféle giliszták, meg mindenféle ott zabálnak a kis csecsemőt, hogyha anya nem jó táplálkozik, vagy dohányzik, vagy alkoholt iszik, hogy szenved, mert nagyon érzékeny az egész kis csecsemő. Na, ezt látva, egyik bölcs mondta, hát én nem. Én szeretnék megszabadítani az emberiségeket, és mai naptól, vagy jövőben ne szülessenek ezen a nehéz módszeren, mert ez egy rendkívüli fájdalmas, hogy anyának is fájdalom, meg ez a 9 hónapot kell hordani, hiszen mindenkinek rossz. Szóval nem praktikus. És akkor, mivel egy tiszta személy volt, fel volt hatalmazva, mondta, jó, akkor ott csinálom, vicces, de mikor látta, hogy a gyümölcsök ott nőnek a fán, és mondja, hát ez semmi fájdalom, senkinek nagyon jó, hát miért? Szerintem ember is így nőhet. És megteremtette a fát, mantrákkal, egy ilyen fát, és hogy akkor jelenjen meg. És elkezd fejlődni a gyümölcs. És már úgy volt megtervezve, hogy a fej ki fog alakulni, és a fejből majd kijön a test, és valahogy majd le kell rázni, nem tudom hogy, de valahogy így. Lényeg, hogy jött egy másik bölcs, és akkor kérdezte, mi ez a faj, még sose láttam mit ilyet. És mi ezek a gömbök ott a tetején. És ő elmesélte a tervet. Akkor azt mondta, hát ez nem jó, ez nem direkt van így kitalálva, hogy anya szív alatt hordjon a magját, a magzatot, vagy a csecsemőt, mert hogyha a fáról fogunk szedni a gyerekeket, akkor világban nem lesz ez a szeretet, és a léleknek, aki megjön erre a világra, neki ez egy nagyon fontos időszak, hogy átmenjen ezen a szeretet szakaszon, amikor az anyukától ez megkaphatja, és csak azért anya képes adni senki más apja, senki nem tud pótolni, mint a saját édesanyja, mert a saját szíve alatt hordta. És leállította a folyamatot, és már majdnem kifejlődött a feje, és ebből lett a kókuszdió. Hogyha megnézzük, és a struktúrája a kókuszdiónak, az is nagyon közel van a koponyához. Igen, ez tény. Ezeket meg lehet vizsgálni. Ez vizsgált már, nem kell nektek vizsgálni, le van vizsgálva, ellenőrizve van. Szóval nem sikerült, hogy most mi nem kókuszfán voltunk. Ez egy jó példa, hogyha a kollégák nem támogatnak, akkor még a legnagyobb tudósnak is dugába dől a projektje. Nem támogatták. Jó, oké.
Ugye részben érintettük, hogy miért nem működnek akkor ezek a régi módszerek, tehát hogy mi hiába átsingózunk, hogy 5000 éve vagy 10000 éve milyen csúcs technológiával rendelkezett az akkori civilizált emberiség, de azért fölvetődhet a kérdés, hogy hát jó, tudati fejlődés, mert itt is már a Tas is kezdeményezte, hogy mi volna, ha mégis, hogy a jelenkor emberének azért vannak lehetőségei, hogy egy kicsit így pallérozza a tudatát? Igen. Hát nem csak lehetőségei, hanem felelőssége. Mert megint az írások, védikus írások, amit nem csak elmondják, hogy mik a törvények a világban, megmondják, hogy minek van az egész. És a tudás, a védák, arra van szolgál, hogy embernek, vagy léleknek, aki emberi testben megszületett, hogy megvalósítást szerezzen, ön megvalósított legyen. És ezt írják, hogy ez az ember élet értelme. Jánma karma csevédivyám ivám jöveti tatvata, tektvá deham punarjanma, nagy timameti szorjana. Szóval, aki önmegvalósított lesz, úgy mondjuk meglátja tatvavit, meglátja az igazságot, akkor ő teljesítette a saját életét. És ezért az a lélek, amikor állati testbe kerül, annak nincs semmi felelőssége. Az viszi, megy a forgatókönyv alapján minden reggel, megy nyúl után, vagy nem tudom, ide-oda, attól függ milyen állat. De mikor lélek emberi testbe kerül, először rögtön kap privilégiumot, mert az emberi élet, emberi testbe privilégium élet az állatéhez képest. Mi autóval tudjuk utazni, öltözni, beszélni, szóval sokkal, még az élvezetre sokkal több lehetőség van egy embernek, mint egy állatnak. Ez egy privilégium. De felelőtlenség lenne, hogyha valaki azt gondolja, hogy az csak van. Hanem intelligens ember érti, hogyha van privilégium, akkor ezzel jár valami felelősség is. Például fogjunk egy átlagembert és egy királyt. Az átlagember és király között van különbség. A királynak több privilégiumja van. Van palota, ahol lakik, sok szolgája van, ő csak valamit akar, már mindenki minden intézi, nem tudom hány szakács főz, sokkal nagyobb privilégium, sokkal nagyobb lehetőségek élvezetre. És ez miért van? Nagyobb a felelősség. Így van. Szóval a privilégium mindig arra utal, hogy van felelősség. És amikor lélek kerül emberi testbe, akkor adható a Brahman Jigyasu. Ez a Vedanta Sutra, ami azt mondja, most végül emberi testbe kerültél, ami ritka, nagyon ritka, akkor most használj ezt a privilégiumot, és köteles vagy, hogy érdeklődj az abszolút igazság iránt. Kutass, keress, önmegvalósítás utat járjál. Akkor te végzel, vagy a felelőssé ember vagy. Ezért az a kérdés, hogy tudjunk-e, nem, hogy tudjunk, kell is arra törekedni, hogy fejlődjünk tudatilag. Nem pont azért, mert ezeket az űrgépeket újra rakjunk, mert ez nem fontos annyira, de fontos önmegvalósítást kapjunk, hogy megértsünk, hogy mi a realitás. Mint van az a VR szemüveg, virtuális reality, tudod, van ezek játékszemüveget, hát mi most abban vagyunk. És még felrakjunk egy újat is, az már dupla. Mi most is abban vagyunk, virtuális jelenbe, de meg kell tisztítani, mint múltkor hol beszéltünk erről, hogy most ez le van írva a Yoga Sutrában, hogy
a valóságtól, mert mivel mi beszéltünk a bolygókról, nem látok nagyon bolygókat, azért, mert a valóságnak mi csak ilyen töredéket. Szóval, amit mi látunk, az igaz, de ez nem teljes kép. Például, mert van egy ilyen hibás filozófia, hogy minden illúzió. Az, hogy mi itt együtt ülünk, ez csak egy illúzió, akkor, hogyha neked valami történt veled, ez egy illúzió. Nem igaz, mert itt vagyunk, ez nem illúzió. Csak gondolom, de illúzió, amikor én gondolom, hogy én vagyok, ez a test. Na, ez egy illúzió. Van testem, nem illúzió, és nem vagyok ez a test, de amikor azt gondolom, én vagyok ez a test, na ez az illúzió. Igazán. És ezért mi csak ennyit látunk a valóságtól. És a fejlődés, ez azt jelenti, hogy kell kapni teljes képet. A Yoga Sutra, ami, hogyha most a mai nyelven ezt elmesélek, hogy ez mi történt, hogyan működik, az ez a töredék a valóságról, és ebből illúzióba esünk, mikor a moziba vagyunk. Mit jelent egy mozi? Van egy vászon, fehér anyag, és rá van vetítve fények, amik így változnak hirtelen, valami történik. Nos, mikor kikapcsolják körülötte a villanyt, és mikor megy a mozi, akkor ember nem látja a vászont. Ki látja a vászont? Nem látjuk a vászon, hanem látunk valamilyen jeleneteket, ami le van vetítve. És mi is, nekünk most van valahol valamibe vagyunk, van elme, és itt van valami jelenetek, és mi benne vagyunk most. És pont mi a teljes kép az egészről, nem tudjuk. Mert amikor a moziba felkapcsolják a villanyt, akkor még látják le, hú, ez csak egy vászon. Na, jó van. És akkor körbe is látom, hát itt van más emberek is, akkor kicsit nagyobb képet kapok. Szóval ugyanúgy a fejlett tudat az, amikor bekapcsolnak a villanyt, és te már értesz, hogy mi van, hol van. És akkor értesz a vászon, hogy hol van, hogy van itt a vetítés, mikor elmevetít, mikor mi történik, miért történik, honnan jöttem, hová kell menni. Szóval, na ez a felelősségünk, hogy mi ezt a megvalósítást szerezünk. Tattva vittum a halbahó, guna karma vibagaya. Igen, az, aki tattva vít, aki látja az abszolút igazságot, ő látja a karmát, karmatörvényt, hogy működik. Ő látja a jóságot, a szenvedét, a tudatlanságot, guna. Sokkal többet lát. Igen. Ezt a látni, ezt úgy kell megérteni, hogy látja, mint hogy ott megy egy egér a sarokba, jó, ne félj, senki nincs ott egér, vagy pedig inkább úgy, hogy érti. Hát amikor fogunk látni, akkor megértjünk, hogy mit tesz, de mondhatjunk, hogy ez egy ilyen belső. Belső látás. Van külső, és van belső. Igen. Mert megért az ember az okokhozat át a dolgoknak, miért történt, esetleg az lenne az értelem, amiért a tisztán látás? Az egy része az egésznek. Igen, azt kell tudni. Nagyon jó, ez fontos. Okokozatot érteni kell, de ez csak egy része a teljes képnek, amit kell szerezni. Igen. Köszönöm. Másokat is kibontakozni hagynék, hogy még lehet esetleg kérdéseket föltenni, miközben a Rajalino hoz be kekszet. Kérlek. Hamarosan. Igen, akkor lehet, hogy mondom, hogy mi a módszer a tudat tágításának, vagy tisztításának, vagy ön megvalósításának, fejlődésének.
A fejlődésének a módszere, ez a hang. A világnak a fő oka, ez a hang. A teremtés, ezt mikor terveztünk valamikor, hogy következő héten akartam beszélni, hogy történik a teremtés, akkor nem megyek részletekbe, de lényeg, hogy ez a világ, meg nem... Ja, ez holnap lesz egy kérdés. Holnapra. Akkor lehet, hogy 7 nap alatt ember Isten teremtette a világot. Lényeg, csak ennyit holnap úgyis majd ismételjünk, hogy a világ a hangvibrációból alakult ki. Ez a lényeg. És itt minden hangvibráció. Aki kvantumfizikát tanul, az annak ezt nem nehéz megérteni. Ennek az asztalnak is van saját hullámai. Szóval ez egy hangvibráció. A tudott állapotnak van az van megfelelő hangvibráció. Mantráknak. Na tessék, itt a Biblia, nem kell csak védák. Itt van az ige. Hangvibráció volt. Igen. És ezért a fejlődés a tudatnak kevés csak mondjuk olvasni könyveket. Jó, vagy hallgatni előadásokat. Jó, sokat segít, de korlátozott. Hogyha mi elkezdjünk egy mantrát vibrálni, a mantra, ő ezeket a korlátokat, mert nekünk a korlát, mit jelentünk korlátozott, mit én megértem a Szentírásból. A Szentírás tud mondani legmagasabb, úgy mondják a guhujattama, ez azt jelenti leg titkozatosabb információt, de különbség az, hogy a karmám, ami nekem van, ez korlát, felfog. Nem csak egy test, ez egy karma, hogy nekem milyen erős, mennyit bír a testem, milyen betegségek vannak, és így tovább, ez egy karma. De nem csak testre hat, hanem a tudatra. Az, hogy valaki úgy születik, hogy skizofrén kell egész életben kórházba élni, ez is egy karma. Ha valaki rákból hal meg, ez egy karma, mert rák nem jön csak úgy. Nincs betegség, ami csak fogja magát, és mondja, jelentkezek, hanem a betegség, ez karma. És a tudatnak a karmája van, és egyik karma, ez a korlátok. A védikus tudás az korlátlan, és a tisztasága és információja az sokszor a mi korlátunkon túl van. Ezért hiába van egy könyv, ahol lehet, hogy magasabb tudás nincs se egész univerzumban, le van írva egy könyvbe, ezért hiába olvasom, csak korlátok belül tudok érteni. Nem értem, mert nem tudom ott felfogni, amikor túl van. Azért a bolygókat, mikor nézünk, mi korlátok belül nézünk. Azért a bolygó nem a mi korlátoink belül van. Az nem túl van, azért nem látjunk már azt. Ugyanúgy a tudást nem tudjunk felfogni. Erre van az a béka példa, nem tudom, ki hallotta. Van a béka a kutba. Beesett egy másik béka a kútba, és akkor te honnan jöttél? Fú, hát én repültem, egy madár vitte engem, és igen, na mesél, mi, hol voltál? Képzeld el, én láttam óceánt. Óceán, ez mi? Hát ez sok víz. Sok víz? Mit jelent sok víz? Hát több, mint a kút. Az akkor az óceán, értem, most már értem, az óceán az olyan, mint a két kútom. Nem, sokkal több. Most már tudom, 3. Lehet mérni óceánkutakkal? Nem. Szóval ez a béka, ő felfogása korlátozott volt kutakkal. Szóval nekünk karmában korlátozva mi tudatunk. És hogyha mi mantrát vibrálunk, ezeket a korlátokat mondjuk így szélesíti. Miért? Mert a blokkok vannak, felfogási korlát, ez blokk, felfogás blokk.
traumák, meg sok minden más, ami nekünk van, ez szűkíti a tudatunkat. Hogyha mi elkezdünk vibrálni, akkor ezeket szedi le, és utána kombinálni mantrázás, és utána tanulás, na akkor fogok tudni olyanokat megérteni, ami régen nem értettem meg. És ez a hangszer, ez azért van, hogy most a végén fogunk pont ezt csinálni, hogy énekelni fogunk mantrát, ami segít fejlődni a önmegvalósításban, a tudatba, mert megint ezek a korlátok hangvibrációval, ezzel a mantrával, hogy mondjuk, törölhetőek, vagy elégetető. Kutam bidzsam palammukam, nem, aprarabda palampapam, kutam bidzsam palammukam, kramenáva praléta, visnu baktira tatmanam. Ez azt jelenti, hogy bármilyen korlátunk van, bármilyen karmánk van, megnyilvánult, megnyilvánulatlan állapotban, mert karmának van sok ilyen bonyolultság, minden kraminája pralieta elpusztul. Hogyha valaki Vishnu Bhaktira Tatmanam, aki gyakorol ezt a Vishnu Bhaktit, ez azt jelenti mantra jógát. És akkor ezt fogunk próbálkozni, igen? Egy gyors kérdés, hogy most mondtuk az éppen, hogy mantra, mantra, de mi is ez a mantra? Mana trajata, trajate, ez azt jelenti, az, ami megvédi, inkább azt is mondhatjuk, felszabadítja a tudatunkat. Manasa, mana, tudat. És sok, ahogy mond, persze, de itt most ellentmondásba kerültem. Mert mondtam hamarabb, ne vibráljátok a mantrakat, nem működik. És akkor erre mondom, most fogok mantrázni. Hó, nem kell neked orvoshoz? Saját maga ellen beszélsz? Jogos. Ez a mantra, mantra tudomány szerint, klasszikusan, hogyha mi beszélünk, ez nem az a mantra. Ez nem védikus mantra, mert amit én beszélek, ami tele van internet, amit emberek vibrálnak, az védikus mantrák, az nem működik. Működik, de inkább rossz hatással van. Ez, amit mi vibrálunk, ez úgy hívják, hogy maha mantra, de inkább úgy mondják, hogy náma. A náma az azt jelenti neve. Ez a mantra Isten nevekből áll. És mivel Isten nevekből áll, itt nem a tudat, fontos a tudat, de nem annyira szigorú kell, mint a védikus mantrák, ami Gayatrik, meg minden, ott szigorú fontos, milyen tudatja van. Itt nem. Itt pont ez a trükk, hogy ha bár mi nem tudjunk ezeket a más mantrákat vibrálni most, nem vagyunk képesek, de mégis, hogy tudjunk fejlődni, akkor ki van találva, hát Isten által, jó, de akkor én adok egy ilyen mantrát, amit te most tudsz vibrálni, és tudsz fejlődni. Na, és ez a náma. Ez a mantra, ami úgy hívják, hogy Hare Krishna mantra, vagy Maha mantra, amelyik úgy hangzik, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. És ez a hangvibráció, ez a kombináció hanguknak, képzeljétek el, egy ilyen érdekesség, ez nem anyagi. És az az érdekes, hogy úgy meg van teremtve, hogy nem anyagi, hanem lelki hangvibráció, de úgy össze van rakva, hogy mi a mi anyagi füldobhártyával tudjunk észlelni ezt a hangot, és mi a hangszálakkal tudjunk vibrálni ezt a hangot. Pedig nem anyagi. Ez egy ilyen különlegesség az egészben. Szóval ez a hang, ez lelki hang. Általában mi nem tudjunk hallani most a lelki hangokat, és nem tudjunk kimondani, nem vagyunk, nincsen rá hozzá. De ezt a vibrációt tudjunk. Egy ilyen kis bónusz, vagy nem, hogy mondjuk, akció. Grátsz. Igen. Igen. És akkor ezt fogunk most a végén egy kicsit vibrálni.
de aki online nézi minket, sajnos nekik elnézést, aki nincs itt, az nem tud részt venni ezen. Jó, akkor visszaadok neked szót. Akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmét, ti még ne menjetek el, akkor most egy kicsit közösen énekelünk, és elbúcsúzzuk azoktól, akik eddig online követtek minket. Na, szépen. Még van kérdések. Milyen erőket sugáraz az a sál önön? Mondtam, hogy ez egy jó. Készítek, küldjük az energiát. Ez a sál meleg. Fűtő energiát teremt a nyakamnak. Ennyi energia van a sáltól. Oké, okay. Köszönjünk. Igen, ez volt a Facebookról kérdés. Oké, okay, akkor... Akkor köszönjük szépen mindenkinek. Köszönjük. Bhakti Pártaborát is köszönjük. Hare Krishna.